Sziasztok! Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, itt vagyok kint a parton, egy szigeten végül is. Egy ilyen homokos sziget. Kijöttünk egyet a hajóval, ugyanis korábban végeztem a munkával, és rettentő meleg van. Azt mondták, hogy jön az eső, meg a nagy vihar, de talán nem fog ide érni esteig, úgyhogy szerencsénk lesz, épp hogy csak megérkeztünk. A gyerekek, feleségem ott van a túloldalt, én csak jöttem, kikötöttem a hajót rendesen, úgyhogy megyünk úszni egyet. Onnit, mint a kezdenek felősödni, de talán nem fog ideérni még mostanában. Itt a hajónk, felhúztuk azt a védőt, napvédőt, ne süssön be nagyon a nap. A család meg ott a kisvízbe. És ez egy sziget. Szoktunk erre járni régebben, ugye a jetskivel, nem tudom ki emlékszik rá, meg ki nem. És nincs itt senki. Azt hittem, hogy ma sokan lesznek, és senki, de senki nincs itt. Úgyhogy szerencsénk van, mi vagyunk egyedül, elfoglaltuk a szigetet, komolyan mondom. Ugye átadom a kamerát a feleségemnek, ugyanis ő nem akar úszni, én meg belefutok, vagy beleugrok, mert rettentő meleg van. 36 fok volt, képzeld el megint, és izzadunk mindenfele. A víz alatt? Sok rák! Ja, de benn vannak a homokba, bele vannak furva. Ez az a rákos sziget, ahol egyszer voltunk. Hol a rák? Az nem rák. Az nem tudom, kavics. Csak egy szemét. Nézd, ott egy másik sziget. Sok madár. Na, mi a helyzet? Azt hiszem, vissza kell vásárolnom a GoPro-t, legalábbis egy újat, ugyanis a régit eladtam egy pár héttel, más-már pár hónappal ezelőtt, és ez a kamera meg ugye nem vízálló, úgyhogy nem tudunk elmenni búvárkodni. Már nincs mondjuk búvár felszerelésünk, vagy ilyen pipák meg szemvegünk, de ugye mondtam, hogy amint jobb idő lesz, el fogunk menni. Van itt ilyen sziklás rész arrafele, azon nem tudom mennyire lehet látni, de arrafele van ilyen sziklás rész, ahol ugye le lehet bukni, búvárkodni, meg horgászbotot nem hoztuk ma ki, ugyanis nem, olyan sokáig nem fogunk maradni, de meg fogunk vele próbálkozni, és ha fogunk valami halat, akkor meg fogjuk enni vacsorára. Reméljük, hogy jó hal lesz. Bár azt hiszem, hogy megvan adva, hogy mekkora halat lehet kifogni, ugye? Mert mekkorát kell visszadobni, ha jól tudom. Davis csak rohangál össze-vissza, élvezi a vizet, a hajó még mindig ott a túloldal, nem tudom mennyire lehet látni, nem ment sehova. Egy pár zsveszk is kint van, meg itt horgásznak azon a zöld hajón ott a távolba, meg egy pár vitorlásat láttam, hogy ment erre-arra, de inkább több a jetsk is. Vannak emberek, akik ugye kint fürdenek meg napoznak, de ott azon a részen, ott szembe. Mi a helyzet? Semmi? Ez jó ez a hely, mert az egész rész, képzeld el, ilyen nagyon pici a víz, tehát úszni nem lehet, de a gyerekeknek tökéletes. És akármerre erre megyünk, látod, körülbelül térdig se ér a víz. Na mindegy, úgyhogy én is visszamegyek, aztán úszunk egy párat és megyünk valamerre tovább. Megálltunk egyet, ha arrébb jöttünk arról a szigetről, most itt vagyunk a hajón, és kikötöttünk, legalábbis itt a vízen kikötöttünk. Ugyanis nagyon régen nem kötöttünk, én meg akartam nézni, hogy a feleségem hogy bírja, hogyha a hajó ugye, itt mozog össze-vissza a hullámok miatt, hogy még mindig ilyen hány ingere lesz, vagy nem, ugye tengeri beteg lesz, vagy nem, már mutatom. Itt vagyunk. Onnét jöttünk. És itt a part. Kicsit mozog a hajó. Ennyi több hajó ki van kötve. Mi a helyzet, Lucas? Élvezted? Ja. Evett. A Davis most ilyen csipit eszik. Mi van olyandal? Ja, olyan üzén áll össze-vissza. És ott laknak a szüleim szembe, akik most nincsenek otthon. Itt ezen a részen több a hajó, meg sokan kim vannak, itt fürdenek, meg kajakoznak. Meg ott, nézd, víz is síelnek. Arra nézd, látod? Azon a részen ott lehet bérelni kajakokat, ott többen kint vannak. Az asztal elég jól bírja, nem burult fel, úgyhogy jó a lába neki. Nem esett le a helyéről, bár nem hiszem, hogy itt fogunk ma ebédelni, majd talán legközelebb ebédelni, vacsorázni. De próbálok ide kijönni a végére. Megnézzük, hogy ki tudok-e mászni, várjátok. Hoppá, na, itt le van a csúszda, azzal én lecsúsztam ezen, látod? Hogyha ide kijössz, itt ki tudsz ülni egy és egyet napozni. Amúgy
kicsit fúj a szél. A felhők, amik kezdenek elmenni, én azt hiszem, úgyhogy nem tudom, hogy milyen viharról beszéltek, hogy lesz vagy nem lesz, de majd talán éjszaka. Mondjuk örülünk neki, hogy nem ért ide a felhő, és ugye ki tudtunk egyet jönni, meg körbe tudunk menni, meg fürdeni. Bár lehet, hogy a vízben nem megyünk vissza, meg látjuk, hogy hány óra lesz. Most a Lukasnak a nézők kicsit pihen ott, és kifáradtak, csak ott ültek egész végig, aztán néztek. Ahogy ilyen szépen kikötöttem, meg kell jelölni a kötelet, hogy hány méter, és fogalmam nincs, hogy hány méter itt ez a vízbár, az alját. Ha jobban megnézed, lehet látni. Majdnem, hogy látjuk a vasmacskát is. Itt olyan túl mély, amúgy nem lehet, kb. Ilyen 2 méteres, 2,5, max 3. Úgyhogy kiraktuk a ruhákat száradni egyet, meg a sapkát, mert belesett a vízbe, és most visszabemegyek. Aztán én is iszok egyet, valószínű. Aztán, hoppá, kamerát megpróbálom nem beledobni, és ha beledobom, akkor elveszik az összes felvétel. Na, mi a helyzet, Lukasz? Mi a helyzet? Kis kedvény. Majdnem belestem. De. Az a baj, hogyha mozog a hajó, akkor jönnek a hullámok, és nem fogozkodsz rendesen, akkor le tudsz esni, nem estem bele. Szerencsére, megmentettem a kamerámat, te! Úgyhogy lesz videó jövő héten is. Na, hol az innivaló, ami minden össze-vissza, látod? Ami minden, mindig szépet helyre rakok mindent, és amikor kiérkezünk, akkor itt egy szatyor, ott egy szatyor, ott egy ruha, itt egy póló, ott egy minden felé. De próbálom azért rendbe tartani ugye a hajót. Na! Úgyhogy iszunk egyet és megyünk tovább. Na mi a helyzet? Hogy áll hajad? Jó, felfújta a szél. Ne üsd a sajedet! Ugye, le kell majd vágni. Megálltunk itt egyet ennél a bevásárlónál, bent a feleségem, meg a Davis. Hoznak fagyit a Lukasznak, meg a Davisnek ugye. Én nem kértem semmit, azt megyünk haza ugyanis. Onnan néz, jönnek azok a felhők, még a végén igazuk lesz és ideér ezen a vihar. Már olyan messze nem vagyunk, itt ez ugye ez a kikötő itt a bevásárlónál. Át kell menni ott a hídnal, aztán vissza a kikötőnkbe, körülbelül egy ilyen 10 perc, addig talán nem ér ide ez a vihar. Nézzük ezt ide ér a vihar, mit csinálunk? Akkor nem tudom, jó, megázunk, de reméljük nem fog villámlani, meg a víz nem lesz, a hullámok olyan nagyok, hogy beleessünk, vagy felforduljunk, bár biztos, hogy haza fogunk előtte érni. De legalábbis nagyon remélem. Mi? Hogy elhajadtál, mint a kakadu? És hazaérkeztünk. Mit csináltál? Nagyon jó, kilőtt az autóból azt a töltény valamit. Én azt mondom, hogy elfáradtunk, Lukasz. Te is elfáradtál? Kiúzott minket a nap, meg a víz. És közben megjött ez a vihar, még nincs egészen itt, de állítólag ott lent a déli részen már ilyen nagy jég esik. Remélem, hogy hozzánk nem fog elérni, így is az autó kínált. De képzeld el, ugye megérkeztem oda a bevásárlóhoz, oda a kikötőbe, és annyi hajó volt, meg annyi ember, mikor oda bementünk, és a belső felébe kellett állni, és mentem így be a hajóval, egy kicsit elvitt a víz, hátra ment így a hátsó fele, aztán szépen betolattam. De mindenki azt hitt, hogy annyira jól tudok én beállni, vagy nem tudom, mindenki ott nézte, hogy milyen ügyes vagyok, meg egy nagyon véletlen volt. Így beállni ugye a kikötőbe mindig egy kicsit nehéz, bár most már kezdek hozzászokni, hogy milyen gyorsan kell menni, merre, de még mindig nem vagyok benne olyan nagyon jó, de most már kezdek hozzászokni, de ott a bevásárlónak, olyan mondom, te nem orról mentem be a hátrafele, így megfordultam, hogy szépen így becsúszott a hajó. Ezt a gyorsan ki is közöttem, mondtam, te, ez nekünk itt tökéletes lesz. Amúgy néztem a kommenteket, tegnap kérdeztem, hogy hogyan kell horgászni, hogy megköszönném sok embernek, vagy nektek, ugye, hogyha megírnátok, meg is írtátok, most már egy jó páran. Meg fogok vele próbálkozni, felét nem értettem, hogy mit mondtatok, hogy hogyan kell ilyen kosarazni, meg kihúzni, de meg fogok vele próbálkozni. Most már tudom, hogy miért jó a nagy petszabot, meg a kis petszabot, nem azért, mert gyerekeknek van, hanem ugye azt mondtátok, hogy attól függ, hogy bedobom, meg szép lassan húzagatom ki, vagy len akarom hagyni azt a csalit, meg. Na minden, nagyon szépen szeretném mindenkinek köszönni. Meg fogunk vele próbálkozni valószínűleg jövő héten, hogyha olyan lesz az idő. Nem, Lukasz? Megyünk majd horgászni? Mi? Fogunk halat. Jaj. Na, jelzett, Nyuszi. Na, nem zárjuk be. Úgyhogy most nem más jelen, hogy gyorsan én lezuhanyozok. Aztán Lukasz már lezuhanyozott, aztán a feleségem, a Davis is. És nem tudom, hogy mit csinálunk. Az, hogy legyünk egyet, te. Nagyon kiúzott ez a víz.
Ugye amikor kimész átlába vízre, hajóval, vagy akármi, nem csak a hajóra, amíg kimész úszni, és ilyen jó idő van, nem tudom, hogy vagytok vele, de úgy elfárasz, nem csinálsz sok mindent, de a nap, meg a vízi kiüldés, mikor hazajössz, akkor csak így elfárasz, legalábbis én. Már lehet, hogy azért már dolgoztam, nem tudom. Már az is elfáradt, meg a Davis is az autóban már majdnem hazafelé elaludt. Úgyhogy én ezt a mai videót lassan itt befejezem, és most már semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Be is sötétedett egy kicsit. Olyan mondom, tudom, mennyi az idő? 4 óra múlott, és olyan fekete felhők jönnek, hogy sötét van, mintha nem is tudom hány óra lenne, már lassan 7 óra lenne. Aztán csak 4 óra van. Davis, te kivel beszélsz? Telefonálunk? Úgy, ügyes vagy. Úgyhogy, mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni a topikon, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!